Kis Zoltán a Nem adom fel alapítvány egyik fogyatékkal élő kollégája 1000 darab origami darut készített, melyekből 10 város különböző intézményeiben 100-100 darabot osztanak szét a béke és az elfogadás jegyében. A turné fő célkitűzése, hogy a sorstársak értékeit kicsit közelebb vigyék a társadalomhoz. Az 1000 daru legendája Japánból származik. A hiroshimai atomtámadást követően egy kislány leukémiás beteg lett. Elhatározta, hogy mire meghajtogat 1000 darut, meggyógyul. Sajnos a lány álma nem tudott megvalósulni, csupán 644 darabig jutott, mert a betegség legyőzte. Ám az osztálya befejezte, amit elkezdett, és a története a papírdarut a béke szimbólumává tette. Abból jött tulajdonképpen az ötlet, hogy akkor ő is elkészít 1000 darab darumadarat, és vigyük körbe az országba, hogy megmutassuk egyrészt magunkat, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek a gyerekek, a felnőttek a sérült emberek világához, és azt az üzenetet, hogy nem szabad feladni, hogy ezt is át tudjuk adni, mert nem csak a gyerekek, hanem felnőttek, mindenkire szükség van ahhoz, hogy ne adja fel soha. És hogy ez a darumodár ennek a jelképe, hogy a szívünkbe, a világba béke legyen, és hogy higgyek magamba, hogy én is értékes vagyok, és nem szabad feladni. Az alapítvány és az iskola kapcsolata már több mint 10 évre nyúlik vissza. Sokszor érkeznek a fogyatékkal élők különböző érzékenyítő foglalkozásokra a diákokhoz. Tóth Balázs, az intézmény egyik tanára elmondta, a szerdai esemény különlegessége az is, hogy a ciszterci címerben is megtalálható a daru, ezért még több szállal kötődik az intézmény a nemes kezdeményezéshez. A ciszterci címerben ott szerepel a daru, és a japán kultúrában is paralel módon szerepel ez a szimbolika. A Japánban ugye a béke, a hűség, a kitartás, az állhatatosságnak a szimbóluma a ciszterci szimbolikában, a címer állatunként pedig a virrasztásnak a jelképe. Egy másik érdekessége is volt a szerdai jó célt szolgáló eseménynek. Az iskola egyik japán cserediákja is köszöntötte a résztvevőket, aki a daruhajtogatás hagyományairól beszélt, majd többek szemébe könnyet csalva megosztotta a saját origami készítő történetét is. Így a szép adventi találkozás során a két szimbólum jelképesen összekapcsolódott. Az ünnepség végén Brückner Ákos elődatya megáldotta, az ötletgazda pedig átadta a különleges ajándékot. Az alapítvány egyik munkatársának éneke pedig még tovább emelte az esemény fényét. A ciszterci gimnázium előadó termében épek és fogyatékkal élők együtt ünnepeltek és hirdették az elfogadás és a béke üzenetét.